újabb hely, a város neve Narbonne. Egy ilyen jó helyen sikerült megállnunk, egy nagy parkolóban. Ott áll Pumukli, és van itt minden. Ez egy kéttengelyes lakóautó, és még 20 napok után egy trélert is, és pici kocsit. Ismerős arcok. Piknikezni készülünk. Baget, sajt, ilyen zöldfűszeres vajkrém, és ugye csorizó. Nap, óra. Ez egy zseniális, remek mű. Itt van előről a katedrális, és nem lehet bemenni, most úgy néz ki. Itt ülünk, lapozunk, esszük a Bountyt, egy óra van, és minden zárva van, úgyhogy most pihizünk mi is. Ott van fent egy kutya. A háttérben látható a Szent Just székesegyház. És ahogy olvastam, ez a párizsi Notre-Dame-nál kétszer olyan magasabb. Gótikus építésű katedrálisról van szó, aminek nem fejezték be teljesen az építését. Na szóval itt látszódik, hogy elfogyott a pénz a befejezésére ennek a székesegyháznak. Nincs tető a fejünk felett. Tényleg elképesztő. Zoli szinte elvész ebben a nagy épületben. Na, bejöttem ebbe a nagy katedrálisba. Vagyunk a téren. Őket itt hagyom, mert a kutyák nem jöhetnek. Itt van Romulus és Remus, ahogy a farkas szoptatja őket. Régi kereskedelmi útvonal Spanyolország és Itália között. Ez a Via Domitia. Itt van ez a kiállítás, ami a velencei karneválon szereplő ruhákat mutatja be. Csak nem lehet kamerázni. Megérkeztünk a Narbonne-i piachoz. Így készül a paella. Babakocsiban két kutya. Na, bejöttünk a nagy vásárcsarnokba. Ja, már hogyha a mit tenni. És ahogy kijövünk a vásárcsarnokból, itt is van egy piac. Meg ott egészen ott hátul is piac van, illetve itt átmegyünk a hídon, és még itt is piac. Thank you.
beruháztunk kettő párnára. 5 euró. 5 euró volt darabja. 1500 forint, és ugye megéri, ahogy így nézzük. Az otthoni már eléggé ki van feküdve, úgyhogy már régóta vágytunk egy ilyenre. Éppen itt a vizet töltöttük fel. A skatepark mellett találsz itt egy csapot. Ott lenne egy ilyen szervizállomás, de az el van romolva. Már 2 euróért adnám, úgyis fürdetik a kutyákat. A lakókocsi mellett, vagyis Kitty. Úgyhogy megy a lavázs, igaz, Debi? Csodálatosan jó idő van, ma 18 fokot is mértünk. Igen, azt is megtudtuk, hogy a pelikán az attól rózsaszín, hogy sok garnélarákot eszik élete során. Annyira szép. Ez a Grusian, nem tudom, hogy Grusian plázs. Hát elvileg itt nem lehet aludni éjszaka lakóautóval. Az van kiírva, de lehet, hogy megkíséreljük, majd meglátjuk, hogy maradnak-e még. Nem, akkor visszaállunk a városba éjszaka, de szép a látvány. Készül a Ratatouille, a francia lecsó. Így néz ki most a Ratatouille. Már nem sok van hátra, ezért belerakom a csorizót. Hát túl sokat nem rakok bele, ez csak az íze miatt kerül bele. Zoli egy picit csípősnek érzi a ratatouille-t, pedig csak a chorizo van benne, semmi más csípős nem raktam hozzá. Extra csípős a chorizo viszont. Itt vagyunk a Narbonne plázson. Annyira jó, hogy ilyen csend van és nyugalom. Ott áll egy pár lakóautó, ott állunk mi is ott valamelyik között. Tegnap este érkeztünk ide, de már megyünk is tovább. Az idő az ugye nagyon jó, így vagyok, pólóban. És akkor itt már jobban hallani a tenger zúgását. Gát kell nézni a tagunyán. Vagyis csak Zoli. Én meg nézem, ahogy elázik. Van egy tábla, amin azt szerepel, hogy bizonyos dolgok mennyi idő alatt bomlanak le. Hány év kell neki, amire egy konzervos doboz például, az 50 év, amire lebomlik. Egy üveg az 600 év, műanyag, flakonok 400-450 év. Az a durva, hogy itt is tele van kajlókkal. Hát valószínűleg még idáig is ki öntegem. Olykor. Nagyon durva, hogy még ezt is így kisodorta a víz. Megérkeztünk a sólepállóhoz, vagyis ez egy kicsit visszább van. Ezek az ilyen sós tavak. Egy-két flamingó flangál még itt. Itt vagyunk a Gruissani sólepárló bejáratánál. Megnézzük, hogy mi az, amit meg lehet tekinteni ingyen. Itt van egy kis történet, rózsaszín a víze. Annyira nagy a sótartalma, hogy már szinte mar ez a víz. Itt vannak a kifejtett sókupacok, hát egy kicsit rózsaszínes, ja. Itt vagyok a Gruissani várnak a lábánál. Kutyulikkal jöttünk, mert Zoli nem akart jönni. Itt vannak ilyen kis bunkerállások. Ebből is már csak ennyi maradt, ugye egy fél körívben a torony. Ott van Zoli. Ott integet, meg ott van Pumukli. Louis Saint után
után a következő cél Carcassonne, a fallal körülvett város. Ami szintén az UNESCO világörökség része, és Párizs után a második leglátogatottabb város Franciaországban. Úgyhogy nem hagyhatjuk, csak 80 kilométerre van, emelkedős lesz. Vajra, vajra, vajra! Útközben kiszúrtunk egy motoros fesztivált. Ide fogunk benézni. Itt a helyi motorshow. Van itt egy pár moci. Érdekes, hogy ott van ilyen indián, az nem nagyon van. Kényelmes lehet. Középen itt is lámpa, ilyen ott lámpa. Megérkeztünk Carcassonne-ba. Itt a torony. 52 tornya van, ha jól mondtak itt. És itt a város. Ott áll Pumukli. Ott a fa mögött. Gondolom itt a várfa van egy ágyú lehetett, amit tudtak állígatni, hogy merre lőjenek. Ezek a tornyok szerintem ilyen spanyol ikletőségűek, annyit tudok biztosan, hogy olyan 12. században épült. Lesz a belső város, tök jó. Néz ki a Carcassonne kaja, a cassoulet, bár én nem így képzeltem el, hanem valami kolbásszal, de... Ugye tulajdonképpen ahol most sétálgatunk, az a, hát a város a vár körül, de az is körbe van véve fallal. Ez pedig itt a várnak. Ez a cassoulet már jobban néz ki, mint ami az előző volt. Valami ilyesmit képzeltem el. Aha, tehát akkor babba van nem lencsével jó kis szalonna, hagyma. Hát ez még akár olyan magyaros kaja is lehetne. Jó kis optikai csalók. Hey. Na, már készül a... kagyló sült kumpival. Itt vannak a kis kagylócskák. Zoli fogyasztja éppen a kagyló vacsoráját. A kis szószt érdemes meríteni. Hogy abba egy picit ebbe a fokhagymásba, vagy ki milyenbe. Itt fejbe vág. Egy kloffoló. Fejbe rágott a hús kloffolóval, amit láthatjátok. Most pedig bűntudata van és leápol. Leápollak. Közeledünk a várhoz, most egy másik irányból fogunk eljutni odáig. Itt van a nagy térkép a várhoz, 3 kilométer hosszú várfal egyébként, úgyhogy jól be lehet járni. Innen elég nagy rálátás nyílik a várra. Nagyon jó kis millió ez. Itt megy az Aude folyó. Jó, az a kőfaragás itt. Ez itt egy vár egyetlen szekérbejárata, vagy úgymond, ahol befélt egy szekér, a többi csak gyalogos. Dupla bástyával meg van erősítve, úgyhogy nagyon jól védhető. Hát ott kívül is ugye körbe van egy fal, van itt egy kút. A várat egyébként egyszer sikerült bevenni és elfoglalni. Nagyon jó a védelmi rendszer. Azért bukták be, mert elfogyott a vízük 2 hét után, úgyhogy feladták. A várat már 1850-ben bontásra ítélték, mert annyira lerottyant az állapota, de ez az ember megmentette, felújították és ma pedig már a világörökség része. Szulé, itt a helyi kaja, olyan, mint nálunk a slambuc. Ha megkóstolnánk, annyira nem is drága, több verziója létezik, de hát most hivatalosak vagyunk itt ennek a
Gunci tesójához gulyás ebédre, úgyhogy lassan meg is iramadunk itt Carcassó mellé. Az úgynevezett barkád, valami hasonló, van ennek egy neve, hogy egy kilóg a falból, és remekül lehet védeni a falat támadás esetén. Szóval ezekről a bástyákról beszéltem az előbb. Remekül ki lehet lőni. Itt van oldalról is, nem csak a fal síkjából lefele. Úgyhogy ezért is volt ez úgymond annyira bevetetlen erőt, hát ugye nem is tudták bevenni, csak a vízből fogytak ki. Ez itt a belső katedrális, ami gótikus stílus lett átépítve. Közben meg szemelkélni kezd az eső. Aztán van ólomüveg. Elértük Lükköt, ahova megyünk imékhez a tanyára. Megérkeztünk a birtokra. Jön Imi. Megmutatja, hogy hova álljunk. Aha. Mi van, meleged van? Meleged van? Úristen! Ja, vizes! Nem fotózolak vele, Kitti? Hülyed az a mellék, hogy lehet. Kurva, jó, kommentálj. Ja, az avagy, nem? Aha. Az mi? Ilyen akció kamera. Kamera. Mint a GoPro. Azt tudod, a GoPro, amit így... Hát így. Ja, a sisakot. Ezt is én is ütöttem, mert most megettük a bab, vagyis gulyáslevest, és akkor most jön a pite. Meg majd csinálunk selfit. Fel kellett volna vezetned, hogy itt vagyunk. Hát már azt mondtuk, hogy jöttünk Lük, úgy kell mondani? Lük. Mint Tisza Lük, jó. Lük az más. Na, szóval ilyen vendéglátásban van részünk. A gulyásleves már megettünk, nagyon finom volt. Nézzem, a millió parafadugó ott volt, ezt hiszem, ketté vágtam. Az Zoli sztorizik. Kitének a köröm lakjában. Igen. Azzal a kis alamin, más katulján. Sőt, még olyan, hogy wifi-t bekapcsolod, a telefonra rá lehet tenni, akkor a telefonon látod. Na, elhagyjuk Lököt, vagyis ezt a... Lük. Ő azt mondta, hogy úgy kell mondani, hogy Lök, és ezt a borvidéket. Nagyon jó kis vendéglátásban részesültünk, jó volt találkozni Imivel, illetve a magyarokkal. És hát ilyen esős, ködös időben indulunk neki, felfinnyernak. Át a hegyen. Át a Pireneusokon, és megyünk Petiék felé. 30 kilométer. Még az is lehet, hogy ma éjszaka odaérkezünk az életváltókhoz.